Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következő beszélgetésnek a kerékpáros orvos alcímet is adhattam volna, hiszen vendégünk dr. Pásztor László, a Fehér megyei Szent György Egyetemi és Oktató Kórház higiénés osztály szakorvosa, de emellett még nagyon sok mindent elmondhatnék. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a lehetőséget, üdvözlöm a nézőket. Nagyon kevesen lehetnek a városban, akik még nem láttak téged kerékpározni Székesfehérvár utcáin, hiszen ez az egyik, amiről sokan ismerünk, de emellett azért beszélnünk kell arról is, hogy orvos, mert csak azért is érdekes, mert te egy olyan orvos vagy, aki nem találkozik a beteggel. Ez így igaz. És ez egy gyerekkori szerelem, hogy miért így dolgozok orvosként. Annak idején én Miskolcon jártam gimnáziumba, Földes Ferenc gimnáziumba, ahonnan nagyon sokan utaztak külföldre, egyetemre tanulni. És szétnéztem, hogy van-e orvosképzés az akkori rendszerben, való külföldön, és találtam, akkor még Leningrádnak hívták ezt a várost. Viszont ott úgynevezett higiénikus orvosképzés zajlott. Fogalmam sem volt, hogy ez micsoda. Lementem az akkori Kölyálba, akkor még úgy hívták, hogy közegészségügyi és járványügyi állomás, és kaptam egy ilyen vastag könyvet, hogy mivel foglalkozik a Kölyál, miről szól ez az egész. És én ebbe beleszerettem. Olyan dolgok voltak benne, ami az én akkori 18 éves fejemmel nekem fontosak voltak. Fontos volt, hogy tisztáljon a levegő. Hangsúlyozom, Miskolcon nőttem, a Piszkos 13 között az egyik városban. Akkoriban Leninvárosnak hívták a várost, ahol laktam, a másik nagyon koszos levegőjű város. És ez arról szólt, hogy tiszta lesz a levegő, ez a tudomány. Az a tudomány arról szólt, hogy előzzük meg a járványokat védőoltásokkal. Hát ennél szebb dolog nincsen. Ne is legyünk betegek. Ez a tudomány arról szólt, hogy legyen a környezetünk lakható, legyenek parkok, legyen iható az ivóvízünk, és csupa ilyenről. Hát azt mondtam, ez az én helyem. Felvételeztem, és elmentem Leningrádba tanulni. Azért a 70-es évek végén nem nagyon volt konkurenciát, hiszen nagyon kevesen foglalkoztak még ezzel. Levegőtisztaság nem is nagyon emberek. Így van, ez akkor még egy nagyon szűk körnek volt az ügye. Tényleg csak a kölyállók hálózata foglalkozott, nem volt ez még ilyen közkérdés, mint amilyennél vált 10 évvel később. Nyilván a nyelv az nem okozott gondot, hiszen akkoriban minden gyermeknek valamilyen szinten kellett tudni. De miért pont Leningrád? Tehát miért nem volt jó Debrecen vagy Magyarországon sok kiváló orvosi egyetem? Mindig nagyon szerettem utazni. És hát ennél nagyobb kalandot 18 évesen elképzelni, mint egy másik országba 2000 kilométerre elmenni, és azt a szakmát tanulni. Én 6 éves koromtól orvosnak készültem. Tehát abban biztos voltam, hogy én orvos leszek. De ez a találkozás a higiéne tudományával, ez megfordított. Tehát addig még én is gyógyító orvos akartam lenni, de ez megfordított, és azt mondtam, hogy én nem egy embert fogok gyógyítani, hanem nagyon soknak fogok vigyázni az egészségére. És hát ilyen lehetőség ott volt a Leningrádi Egyetemen, és én nagyon nagy örömmel mentem ki. Milyen volt egyetemistának lenni a Szovjetunióban? Fantasztikus volt, fantasztikus. 1977-től 83-ig tanultam ott. Ez ugye a szocializmus vége, két pártitkár temetése, ez egy nagyon nyüzsgő, átalakuló időszak, amikor az első két év még az abszolút ponnyadás, vagy posadás, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, és utána pedig valami elindul, valami elkezdett mozogni, aztán két lépés előre, egy lépés hátra, és meg hát egy hatalmas ország, egy gyönyörű város, olyan történelmi emlékekkel, amiknek párja nincs a világon. Én nagyon jól éreztem ott magamat. Nagyon jó emberekkel találkoztam ott, és hát a feleségem is ott ismerkedte meg, ami szintén egy nem utolsó fontosságú. Sőt, az első lányom is ott született, még Leningrádban. A feleséged magyar vagy? Nem, orosz. Orosz származású. Igen. És megtanulta a magyart minden. Természetesen, gyönyörűen beszél magyarul. Olyan szófordulatokat használ, hogy magam is csodálkozott, te jó honnan vett ezeket. Igen, sokat olvas, nagyon jól megtanult, nagyon szépen beszél. Egyetem után hol helyezkedtél el? Az egyetem után oda mentem családos orvosként, ahol tudtak adni lakást, meg két orvost tudtak fogadni. Ez Kaposvári Kölyál volt, a megyei Kölyál annak idején, ahol szeretettel fogadtak minket. És a kis családunk el tudtunk helyezkedni. Egy év múlva jött a következő gyerkőc, úgyhogy akkor ez már fontos volt, hogy legyenek körülmények.
És én nagyon izgalmas munkát végeztem, munkahigiénével foglalkoztam, már ez a szak sajnos majdnem teljesen kihalt, pedig az, hogy a dolgozók egészségesek maradjanak munka közben is, ez szerintem létfontosságú kérdés. Milyen út hozott Székesfehérvárra? Székesfehérvár az az út hozott, hogy találkoztam az egyik konferencián Jakab László főorvos úrra, az akkori igazgatójával a helyi kölyának, és én már akkor számítógép, meg programozás, ilyesmi, ne felejtsük, ez 87-ben volt, tehát ez még őskorszak. Elkezdtem foglalkozni, és Jakab főorvos úr meghívott engem ide, és jöttünk, és ide költöztünk. Lassan-lassan megérkezünk a kormányhivatalhoz, ahol nagyon sokat dolgoztál, és tulajdonképpen ott kezdtünk el megismerni téged. Ott mi volt a feladatod? A kormányhivatalnál én a szűrésekkel, tehát a fő feladatom a szűrésekről szólt, és hát így a népegészségügy, egészségfejlesztés története. Én ebben a szűréseket tartottam létfontosságúnak, mert most én nagyot ugrottunk, a kettő közt volt 17 éve orvoslátogatóként, és abban az utolsó 10 évet én onkológiai orvoslátogatóként dolgoztam. És itt tapasztaltam meg azt, hogy emberek halnak meg olyan daganatoktól, amitől nem kellene, hogy meghalnának, nem kellene meghalni. El kell menni a szűrésre. Mert ha időben felfedezzük, meg tudjuk gyógyítani. Egy emlőrákot, egy méhnyakrákot, a vastagbélrák szűrés. Ez szerintem egyszerűen olyan, mint fogat mosni. Egy bizonyos idő után ezekre a szűrésekre el kell menni. És akkor nem kell belehalni. Tehát ezzel foglalkoztam, és hát emiatt is jelentem meg sokszor itt a sajtóban, igen. Ha már említettük ezt a 17 évet, és mit jelent az, hogy orvoslátogató? Ó, ez akkor egy nagyon szép új szakma volt, amit én azért szerettem, mert a világ legújabb gyógyszereit tudtam hazahozni az orvos kollégáknak. Elmondani, hogy mi van, mi jelent meg, milyen új lehetőségek nyíltak meg. Az első... Hát igen, majdnem a teljes időszak erről szólt, hogy az addigi zárkózott magyar gyógyszervilág, gyógyszerkincs hirtelen kinyílt, és az egész világ hozzáférhetővé vált. És ezzel meg kell tanulni bánni. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egy olyan vérnyomás csökkentő gyógyszert tanítottam, vezettem be a területemben, ami annak saját idejében az élvonal belé volt, vagy olyan fájdalomcsillapító gyógyszereket hozott a cég, ahol dolgoztam, amik a mai napig az alapjai a fájdalomcsillapításnak, és én taníthattam nagyon-nagyon sok orvos kollégának, hogy hogy kell fölírni, hogy kell ezt használni, és hogy adják bátran a betegnek, mert a fájdalmat kezelni kell. Aztán a kormányhivatalnál te szervezted, és fölhívtad a figyelmet ezekre a szűrésekre. Nekem az a gondolatom támadt, hogy orvos-orvos, de valahol menedzser. Én szeretek szervezkedni, de nincsen semmi probléma. Igen, ez valahol menedzser, kommunikáció, marketing, egészségmarketing, ilyen területek vannak. De egy kiváló csapat volt itt Fehérváron. Müller Cecília főorvosnőtől kezdve, a Marton János kollégáimig. Tehát egy nagyon, nagyon klassz csapat volt, ahol mentünk és rengeteg rendezvényt csináltunk, valóban nagyon sok mindent szerveztünk. Nem is eredmény nélkül. Ez a csapat díjat is hozott, ugye? Ez a csapat díjakat is kapott, de még mielőtt arra visszatérnék, hadd mondjam, hogy a városban fantasztikus partneret találtunk. Östör Anna Mária nevét nem lehet elégszer kiejteni ebben a kérdésben, nem lehet elégszer dicsérni. Egy nagyon jó együttműködést tudtunk kialakítani a Merrákáni sétától kezdve a szűrés szervezésekig sok mindenben, és nagyon jó volt. A csapat díjára pedig az, hogy elindítottunk egy vetékedő sorozatot a felelős szexuális magatartásról középiskolások számára. És ez a vetélkedő sorozat, ez az egészségértés díjat nyerte az IPM, amit évente meghirdett. Az ötödikek lettünk a kategóriánkban, de azért mégis hát olyanokkal versenyeztünk, mint a mentőállomásnak, a mentőknek a nem kell hősnek lenni applikáció. Én azt gondolom, hogy ez egy jó hely. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy évente több ezer gyereknek, fiatalnak tudtuk elmondani, hogy mennyire fontos a felelős szexuális magatartás, és hogy miből áll, mik ennek az elemei. És akkor beszéljünk arról, amit most csinálsz a kórházban, higiéniás osztályszakorvos, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy közismert történet, hogy minden kórházban előfordulnak fertőzések. Ez a világon mindenütt így van.
az is közismert, hogy ezeket a fertőzéseket több minden okozza. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a kórházi fertőzések 10 legfontosabb oka, a 10 ujjunk. És ezzel ellen harcolunk a megfelelő kézfertőtlenítési technikával, különböző védőeszközökkel, sok-sok szakmai előírás betartásával. És én is ennek a csapatnak vagyok a tagja, a kollégám, a dr. Gömöri Gábor főorvos úr vezetésével, akiknek az a célunk, hogy lehetőleg minél kevesebb kórházi fertőzés forduljon elő. Tehát ez jelenti azt, hogy járod a műtőket, ellenőrzöl, segítesz a kollégáknak megmutatni, hogy most esetleg hol van hiányosság a fertőtlenítésben? Tehát, hogy konkrétan el tudjuk képzelni, hogy dr. Pásztor Eszó bemegy a kórházba, és mit csinál? Hát most azt csinálom, hogy megmutatom, hogy hogyan kell a maszkot viselni például. Ami nem egy egyszerű dolog, mert egy maszk akkor működik, ha teljesen jól ráfekszik az arcunkra. Szakállasoknak bukta. Borotválkozni kell, nincs mese. Ez a megoldás, tehát ilyen feladatok. De itt az ideje, hogy beszéljünk egy olyan területről, ami nagyon a szíved csücske, és mondhatjuk azt is, hogy szószólójává váltál, ez pedig a kerékpározás. Leningrádban kerékpároztál? Volt egy év, amikor kerékpároztam, de ott akkora távolságok vannak, hogy nagyon fel kell kötni a gatyánkat. Tehát ez egy 4 milliós város. Hát gondoljunk bele. Hol jött az életedben először intenzívebben maga a kerékpár? Először intenzíven, kölyökkoromban persze. Hát egy 6-8 éves gyerek a váz alatt tanul megbiciklizni rendesen a faluban. Legalábbis annak idején ez így volt. Ezt ma már nem is értik. Nem hiszem, hogy értenék. És óriási öröm volt, mikor végre a váz fölött is tudtam már biciklizni. És akkor ez ment úgy, hát miatt egyetemre mentem. Tehát odáig én nagyon-nagyon sok kilométert tettem meg. Volt egy jó csapatunk, akikkel az egész környéket körbebringáztuk a Lenin város környékén. Aztán az egyetem után, mikor hazajöttünk, az volt a címünk, hogy legyen, hogy is van, 2 szoba, 4 kerék, 2 gyerek, valami ilyesmi mondóka volt, tehát nekünk a 4 kerék az 2 biciklit jelentett a feleségemmel. A 2 szobát a szerencsére megkaptuk a város jóvoltába, 2 gyereket összehoztuk, tehát akkor megint sokat bicikliztünk, és akkor esett ki a bicikli, amikor a 3. gyerek is megjött. Mert hogy azt már 2 nem tudtuk szállítani, és akkor autósok lettünk. Aztán, mikor felnőttek a gyerekek, most újra jött a bicikli. Sőt, most már lehetne egyszerre 1 biciklivel 2 gyereket is, mert ugye a technika követi ezt a dolgot. Tehát tulajdonképpen hobbi is és közlekedési eszköz is számodra? Nekem ez mindennapos közlekedési eszköz elsősorban, és a Magyar Kerékpáros Klub keretén belül is én azt a vonalt erősítem, és ahogy úgy hívjuk, hogy hivatásforgalom. Tehát magyarul, hogy a városi közlekedésnek az egyik legpraktikusabb eszköze. Nem mindig, nem mindenhova egy nagy bevásárlást nem lehet biciklivel megcsinálni. Nem azt mondjuk, hogy csak biciklizni. Azt mondjuk, hogy egy autó által elfoglalt helyen az úton elfér 2 bicikli, és a parkolóhelyen elfér 10 bicikli, tehát tudnánk egy racionálisabb közlekedési mixet kialakítani, úgyhogy kisebb legyen a zaj, kisebb legyen a légszennyezés, és biztonságosabb. Biciklivel nagyon nehéz halálra gázolni egy embert. Ez komoly. Azt szoktam mondani, hogy van az a korosztály, és most is azt kell mondanom, hogy van az a korosztály, aki emlékezik rá, hogy nem volt gond az úton kerékpározni, mert alig-alig találkoztunk autóval annak idején, most viszont azért igen erős a forgalom, és a kerékpározás egyre terjed. Ezt a forgalomban való közlekedést bizony a kerékpárosoknak tanulni kell, ebben is nagyon sokat segítesz. Igen, a Magyar Kerékpáros Klubnak van egy ilyen program, úgy hívjuk, hogy bebiciklizés. Ez számomra az egyik legszimpatikusabb program, mikor, mint jó magam is, meg az összes többi kollégám is, hogy kereszt ismerettel, jogosítvánnyal felvértezve, bemutatjuk a városi közlekedést. Van egy adott útvonal, körbejárunk, megmutatjuk egy csoportnak, aki összejön hozzánk, akikre nagyon vigyázunk, terelgetjük, mint a nem is tudom, mint jönnek utánunk, mint a kacsa mama után a kiskacsák, és bejárjuk a várost. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos program, hogy így meg tudjuk az élőben tanítani. Akkor mondjuk ki a szervezetet, Magyar Kerékpáros Klub Székesfehérvár és térsége területi szervezet, aminek a vezetője vagy. Hogy kerültél a szervezettel? Véletlenül. Teljesen véletlenül. Találkoztam a biciklis felvonulással, amit évente 2-szer kritikálom, azt megszerveztek a csapatban. Már több mint 10 éve
minden évben megszervezzük, most már több eszám első szemében mondhatom. Azt kell mondani, most tavasztal nagyon szomorú vagyok, mert el fog maradni a koronavírus járvány miatt. És ott voltam, részt vettem egy bringás uzsonnál, meglepődtem, ilyen jó fejek a bringások, reggelit adnak, hát az óriási. És aztán valahogy a szervezésbe nem is tudom már, hogyan csatlakoztam először, és hirtelen azt vettem észre, hogy annak köszönhetően valószínűleg, hogy a kormányhivatalban dolgozom, egy csomó hivatalos ügyét én intézem a kerékpáros klubnak. És innen már csak egy lépés volt, hogy én legyek a helyi vezető. De nagyon jó csapat van, itt a Zsihovszki Gábortól kezdve a Gályási Izáig. Egy csomó embert meg kéne említeni, akiket nem tudok felsorolni, de nagyon sokat tettek azért, hogy a városban lehessen közlekedni. És itt megint a városra térnék vissza. Polgármester úr is partner ebben, hogy részt vehetünk a tervbírálatokban, ami azt jelenti, hogy ha minden megvalósul, akkor ez a város nagyon jó bringázható város lesz. Sok minden történt már ezzel kapcsolatban itt a városban. Ettől függetlenül most beszéljünk egy kicsit a kerékpárosokról. Mennyire látod, hogy kialakul ennek a kultúrája, mert bizony a kerékpározásnak is kell, hogy legyen kultúrája, amit nekünk kerékpározóknak követni kell. Meg kell tanulni. Ez ugyanolyan, mint az okostelefon, vagy a mobiltelefon kultúrája. Emlékszünk még, mikor bunkofonnak hívtuk? Na, nem is olyan régen volt ez. Tehát valóban ki kell, hogy ennek alakuljon egy kultúrája, vagy az autóvezetés. Nem tudom, mennyire tűnt föl számomra, valamiért ez nagyon kontrasztos. A zebra előtt az autósok 80-90%-a megáll és átengedi a gyalogost. De mikor én 2000-ben először egy külföldi országban ilyet láttam, egyszer nem tudtam, hogy hol vagyok a mennyekben, vagy hol vagyok komolyan, mert akkor még Magyarországon ez nem volt szokásban. Akkor az autósé volt az út. Tehát változunk, ennek is van egy kultúra, igen, kerékpározni is kell. Például a kivilágítottság az egyik mániám, a láthatóság, azért is van itt az a kesztyű, meg ugyanilyen színű a kabátom is, mert ha a kerékpáros látja az autóvezető, van esélye, hogy elkerüli. Ha nem látja, akkor buktuk. És egyre több a világítás, meg szoktuk számolni, most már 80% fölött van a kivilágított kerékpárok aránya. Ez nagyon jó. Most azért mosolygok, mert ugye említetted, amikor a váz alatt kerékpároztunk, ugye a férfi kerékpárokon, és akkor még a dinamó lassította a kerékpárt. Hogy a technika is ez alatt mit fejlődött a kerékpárok esetében is? Így van, hát a dinamónak van egy borzasztó nagy előnye, az, hogy mindig velünk van. Ilyen szempontból a technika fejlődése az agydinamós bringákat tudom javasolni. Ha valaki mostanában akar venni biciklit, vegyen agydinamós biciklit, az, ha elindul, elkezd tekerni, rögtön bekapcsol a lámpa elő, hátra automatán. Ez a legjobb megoldás. Az elemes, az vagy kimerül, vagy azok a baj van, de az a legjobb. Használjuk. Itt az ideje, hogy beszéljünk azokról a tárgyakról, amelyeket magaddal hoztál. Hát az első, amit muszáj észrevenni, az egy üvegsárga baroszlekvár. Ez most a doktorhoz, vagy a kerékpároshoz? Ez egyikhez sem. Ez ahhoz, hogy van a Földnek egy icipici kis darabja a házunk kertje, aminek a jólétéről mi gondoskodunk a feleségemmel, és büszkék vagyunk arra, hogy igen, hogy itt milyen fákat nevelünk, milyen virágokat, hogy itt tudunk játszani az unokákkal, és valamikor bosszankodunk, hogy ez az amaz, de másrésztről, mikor megkóstolhatjuk a gyümölcsét, akkor meg örülünk neki. Nagyon sok örömet szerez nekünk a kert, és ezt a gyümölcsöt is azért hoztam, és sok szeretettel ajánlottam föl, mert szerintem az egy jó érzés, egy jó tudat, hogy van valami, amiért én felelek, és csak én felelek, és tőlem függ, hogy az ott rendben legyen, és mi igyekszünk ezt így rendben tartani. Pár szó a prospektusokról, amik szintén itt láthatók. A térképet azért hoztam, mert nagyon büszkék vagyunk erre a két keréken a Gajövölgybe túra kijelölésére. Székesfehérvártól Bodajkig végig festettük az utat turistajelekkel, ez egy 25 kilométeres bicikliút jól járható, és mindenkinek tudom ajánlani. Most úgyse lehet csinálni semmit. Nem lehet edzőterembe menni, nem lehet tömegsportolni semmit, de a bicikli az egyéni sportág. Szépen hétvégén egyesével, kettesével el lehet indulni a családdal, és egy jó túrát lehet arra tenni. És akkor még zöld matricákat is. A zöld matricák, a kritikálmaz felvonulásnak az emlékei, azért hoztam el, mert ez volt a 19 májusi, tehát az egy évvel ezelőtti felvonulásunknak a jelvényei.
És ahogy ez a kritikám, az felvonás, ez az egyik szívem csücske, mert azért izgalmas ez, mert ide nem csak a hardcore bringások jönnek el, hanem ide mindenki eljön. Az apuka, anyuka a 2 éves kisgyerekkel, vagy a potyautassal, az 1 évessel, aki ott ül hátul a bringán, az idősek, tehát nem profi biciklisek, hanem azok a hétköznapi emberek, akik minden nap kerékpároznak. És ez egy óriási élmény, mikor mi végigurulunk a városban, és milyen az út. Azért azt meg kell mondanom, hogy amikor arra kértem dr. Pásztor Lászlót, hogy hozzon magával valami kedves tárgyat, akkor azt mondta, hogy a kerékpárt bevihetem. Igen, aztán végül is azért nem hoztam be, mert szegény most olyan koszos sáros, hogy nem tudtam letisztítani a tavasszal. De igen, valóban ez az egyik kedves tárgyam, ha a tárgyakat nézzük, de sok minden van. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, kerekezzél még nagyon sokáig itt a városban. Köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk magunkra. Örömmel láttam, hogy a városban alig közlekedik valaki, és maradjon is mindenki, aki csak teheti otthon. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, az elmúlt beszélgetésben dr. Pásztor László volt a vendégünk. Viszontlátásra!